Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Immáron középhaladó szinten fogjuk vizsgálni a Schnapszer stratégiát, viszont ennek elengedhetetlen feltétele, hogy valaki tisztában legyen Schnapszer szabályaival, illetve a kezdőszintű stratégiával. Még szerencse, hogy erről csináltam videókat a múltban, és ezeket ki is teszem most a képernyőre. Szóval javaslom a megtekintésüket, mielőtt ezt a videót megnéznétek. Na de hát akkor vágjunk is bele! Ahhoz, hogy a következő szintre tudjunk lépni, fontos a játékból már kiment lapok megjegyzése. Tehát, hogy amikor ez le van fordítva az ellenfélnél, akkor is tudjuk, hogy most a piros alsót és a piros tízest vitte mondjuk. Ehhez szorosan kapcsolódik ugye az ütéspontok megjegyzése is. Tehát, hogyha ezt elviszi az ellenfélünk, akkor tudjuk, hogy nem csak az, hogy zöld király és zöldász van nála, vagy hát, hogy az ütésében, hanem, hogy az 15 pontot is ér. Schnapszerben az ütések megjegyzéséhez nincs szükség kiemelkedő memóriára, hiszen amíg a talomból elfogynak a kártyák, 5 ütés történik, átlagban ebből 2-3 lesz az ellenfelünknél. Mivel egy ütés ugye két lapot tartalmaz, így átlagban 4-6 lap megjegyzése szükségeltetik. Tehát mondjuk ez egy átlagos leosztásban valahogy így néz neki, hogy ezeket a ütéseket így meg kéne jegyeznünk, és azt is, hogy hány ütéspontja van az ellenfelünknek. Persze, hogyha mind az öt ütés az ellenfélnél van, akkor 10 lapot is meg kell jegyezni, de ugye ez már nagyobb kihívás jelent egy kicsit. Mire elfogy a talon, 5 lap marad az ellenfelünknél. Saját lapjainkat nyilván látjuk, mondjuk ez a lapunk, ezt látjuk. És a saját ütésünket is megnézhetjük. Mondjuk 2 ütésünk volt, akkor, amint mondtam, látjuk a lapunkat, ütésünket bármikor meg tudjunk nézni. És ezért csupán arra van szükség, hogy az ellenfél ütéseit megjegyezzük, és ebből konstruálni tudjuk gyakorlatilag a fejünkben, hogy milyen 5 lap maradt az ellenfélnél. De ehhez végig figyelni kell, hogy mik mentek ki. És ugye mindez természetesen arra vonatkozik, hogyha nem történt födés a leosztás során, mert akkor ugye hamarabb vége lesz a játéknak. És ugye kezdetben könnyen lehet, hogy annyira lefoglal majd minket, hogy mi legyen a következő lépésünk az adott leosztásban, hogy a kiment lapok megjegyzésére már nem jut kapacitásunk egyszerűen. Viszont egy kis játék után érdemes elkezdeni megjegyezni, hogy milyen adottak nincsenek már a játékban például, majd, hogy milyen ászok mentek ki, aztán tízeseket, és így tovább, és akkor a végén már az összes kiment lapra emlékezni fogunk. Na most mutatok egy példát, hogy én hogyan jegyzem meg a kiment lapokat. Miután az ellenfelem elvisz mondjuk egy piros alsót és egy piros tízest, akkor mondogatom magamban, hogy piros 12. Mivel ezzel megjegyzem azt is, hogy piros szint vitt el nyilván, meg azt is össze tudom rakni a fejemben, hogy az konkrétan a piros alsó és a piros tízes volt. Mert úgy jön össze csak a 12 pont. Viszont, hát ugye nyilván ezt nem lehet alkalmazni akkor, hogyha az ellenfelem kijött egy makkirálya mondjuk, és nekem nem volt nagyobb makkom, vagy nem akartam valamiért ütni, és azért piros alsót ráraktam, erre már nem mondhatjuk, hogy mak piros hat, vagy nem tudom, ez úgy fura lenne. Tehát akkor azt meg kell jegyezni konkrétan, hogy a makkirály és a piros alsót vitte, és hát hogy az 6 pontot ért nyilván, az hozzá kell adni fejben a pontjaihoz az adott leosztás során. És még olyan szempontból is megtévesztő lehet, hogyha mondjuk piros 14-et viszel. Mert hát most ez is piros 14-nek számít, viszont hogyha így jegyzem meg, akkor nem feltétlenül tudom, hogy az véletlenül nem... Na mindjárt megkeresem. Szóval véletlenül nem ez a piros 14, mert ugye ez is ugyanúgy 14-et ér, tehát azért vigyázni kell ezzel. Tehát egy leosztás során, mikor az ellenfelem elvisz egy ütést, akkor mondogatom magamban például, hogy most ezt elvitte az ellenfelem, hogy
piros 12, piros 12, ezt magamban mondom, csak nem hangosan. Aztán, amikor elvisz mondjuk egy zöld tízest, tételezzük fel, hogy tök volt az adott leosztásba, és akkor egy zöld tízes adott tízessel, akkor azt mondom magamban, hogy piros 12, meg zöld tízes adott 10, és akkor a lapok értékeit összeadva a fejben tartom, hogy akkor 32 ponton áll. Tehát piros 12, zöld 10 adott 10, és 32 ponton áll. Vagy hát a fejemben ez nem úgy van, hogy 32 ponton áll, hanem 32, csak így egy szám. És hát ezen kívül természetesen figyelnünk kell arra is, hogy 20 vagy 40 kinek volt a leosztás során, mert ez nagyba befolyásolhatja a számításunkat. És ugye ezt hozzá kell adni az addigi pontszámhoz nyilván. A saját ütéseinket, tehát mondjuk, hogyha ilyen ütésünk van, mondjuk ez a kettő ütésünk volt, és az aktuális pontszámunkat ugye megjegyeznünk nem feltétlen szükséges, mert bármikor meg tudjuk nézni, viszont folyamatosan vizsgálni kell, hogy például mikor érjük el a 33 pontot. Most mutatok erre egy példát. Na mondjuk itt van, ez itt 19 pont, meg... Tehát, hogy ez a három ütésünk volt. És akkor ugye ezt elég erősen tudni kell, hogy csak 32 pontunk van, tehát még nincs meg a matchunk. És például ezért érdemes vizsgálni a saját ütéspontjainkat, vagy hát monitorozni a minden ütésnél gyakorlatilag. És hát ugye a legfontosabb, hogy tudjuk, hogyha elég, tehát 66 pontnál az egy nagyon kellemetlen szituáció lehet, hogyha valakinek összegyűlik a 66, és nem mondja be, hogy elég, és megy tovább a játszma, és esetleg megnyeri az ellenfele. És ugye a stratégián kiválasztásához azt is fontos ezen felül tudni, hogy milyen lapokat vittünk el konkrétan. Mert hogyha tudjuk, hogy mondjuk a piros tízest elvittük az adutásszal, az nem nagyon sokat számít a játékban, hogy az adutász már például kiment. Vagy hát, hogyha az ellenfelünk ütése, akkor ugyanúgy sokat számít. Na most ez volt az első fejezet a videómban, úgymond. És a következő fontos dolog, amiről beszélni fogok, az az adukontroll. Na mit is jelent ez a fogalom? Hát nagyon leegyszerűsítve annál van az adukontroll, akinek több adója van. Mivel minden színből, így az adóból is 5 lap van a pakliban. Hát mondjuk, hogyha piros az adó, akkor 5 lap van a pirosból. Nyilván az egyik adó fekszik. És így, hogyha végigmegy a leosztás, akkor mindkét játékosnál, így nálunk is, 2,5 átlagban 2,5 adót lesz. Hát ugye, mivel fél adó nincs, azért 2 vagy 3 kerül hozzánk a leosztás során. Na de mivel javíthatunk az esélyeinken? Aki szeretne egy kicsit ezen gondolkodni, az most állítsa meg a videót, és próbálja kitalálni maga. Nos, mint a kezdőknek szóló videómban említettem, van egy úgynevezett aktív stratégia. Mutatok is egy példát, hogy hogyan szerezhetjük meg ennek segítségével az adott kontrollt. Na nézzük csak. Mondjuk, hogyha van egy ilyen lapunk, itt ez lesz a lapunk, ez az adó, és hogyha kijövünk ezzel a piros tízessel, akkor, mint talán már mondtam a kezdőknek szóló videóban, vagy az ellenfelünk megüti az adójával, mivel piros ászla az nálunk van, ezért csak adóval tud ütni. Vagy nekünk ad egy 10-es pontértékű ütést, tehát plusz, amit rárak, tehát minimum egy alsót, tehát plusz 12 pontot nekünk ad, az se fog olyan jól esni, neki mondhatjuk így is. Nos, hát ezen kívül, ha a talomban már csak egy lap van, tehát itt már csak egy lap van, és az ellenfelünk jön, mondjuk, hát talán ezt úgy tudnám a legjobban szemléltetni, hogyha az adottász az utolsó lap,
És az ellenfelünk mondjuk kijött egy zöld tízzel, ami hát egy nagy pont értékű lap, viszont hogyha éppen olyan a szituáció, akkor ezt sokszor megérheti elengedni, és így megszerezni akár az adókontrollt, mert hogyha ezt elengedjük, akkor ugye ezt a lapot az ellenfelünk fogja felhúzni, ezt pedig mi, és begyűjtöttünk egy aludtást magunknak. Nézzük meg ezt az aktív stratégiát egy kicsit részletesebben. Tehát ugye az a legegyszerűbb esete, hogyha ugye most hasonló szituációt hozok létre, mondjuk tételezzük fel, hogy zöld az adut, és ebből a lapból kijövünk a MAG-10-zel, az az aktív stratégia. Na most, ez miért lehet az ellenfelünknek kellemetlen? Képzeljük el, hogy milyen lap lehet az ellenfelünknél. Átlagban egy adó kerül nagyjából a mindkét félhez, most nálunk speciál nincs egy se, mindegy, de nagy átlagban azt lehet mondani, hogy olyan 25% nagyjából, hogy az ellenfelünknek egyáltalán nem lesz adója. Tehát könnyen lehet, hogy ha a MAG-10-zel kijövünk, akkor nincs adója, és nem is tudná megütni. Ami hát kiváló fejlemény lenne nekünk. Na de ha van adója, akkor is mondjuk, hogyha van egy ilyen lapja, és kijövünk a MAG-10-zel, akkor azzal elérjük, hogy ugye hát vagy elengedi egy alsóval, vagy fel kell áldozni a 40-et azért, hogy tudja ütni, és akkor a leosztás során már nem lesz tovább 40-e, és ez elég kellemetlenül érintheti, úgymond. Hogyha mondjuk itt a zöld alsó lenne nála, akkor pedig a 40 lehetőségét kellene feláldoznia mondjuk, tehát mondjuk a zöld királlyal megüti a MAG-10-ünket, utána meg a zöld alsó felhúzza a zöld 10-et. Hát általában így szokták csinálni, vagy hát ugye még az opciója van, hogy ugye, hogyha nem akar elengedni, akkor a zöld alsóval üti, és akkor még fenntartja a 40 lehetőségét. Viszont akkor már a zöld 10-et nem tudja felhúzni. Ameg alapból ez a zöld király nem is lett volna nála, hanem csak mondjuk egy tökász helyette, akkor pedig, hát alapból, hogyha ezzel üt, akkor már nem tudná felhúzni, de még mutatok egy kellemetlenebb szituációt. Mondjuk, hogyha az adó ászfekszik, és kijövünk a MAG-10-zel, és hát hogyha ütni akarja, akkor az adóász már arról már egy ideig legalábbis, amíg el nem fogy a talon, lemondhat. Ezen kívül, hogyha egy adója van, és az konkrétan az adóász, az úgynevezett vezérlapról, tehát a legerősebb lapról mondjuk így, le kell mondania, és annyira nem fogja irányítani utána a szituációt, tehát, vagy hát a játékot. Hogyha a MAG-10-et elviszi adótásszal, akkor hát ugye van, hogy 21-es ütése, viszont nagyon legyengült a lapja azon kívül. Talán az a legjobb szituáció az ellenfelünknek, hogyha itt az adóász helyett egy adó 10-es van nála, mert akkor a vezérlapot se dobja el, és a 40 lehetőségét, vagy a 40-ét se áldozza fel. Tehát talán ez a legegyértelműbb, vagy ez fog a legkevésbé fájni az ellenfelünknek, hogy megüsse. És egyébként, hát későbbi videókban majd visszatérek arra, hogyha mondjuk 40-e van, akkor milyen esetekben érdemes megütnie például a MAG-10-ünket. És hát ugye ez elég szituáció függő lehet, vagy akár hogyha az adutász van nála csak, hogy megtartsa az adutászát, vagy megüsse a lapunkat ilyen helyzetbe. Hát erre majd később visszatérek a haladóknak szóló videóban esetleg. Nos, ugye fontos megjegyezni, hogy az ászokkal kijövetelt úgy, hogy nincs mellettük 10-es, tehát mondjuk itt egy szituáció, ahol
ilyen adott legyen. Tehát mondjuk nekünk van egy makkászunk, és hát mondhatjuk, hogy azzal is kiúszhatjuk, de ezt nem tekintem aktív stratégiának, mivel ennek nagy hátránya van, hogy a magból a legerősebb lapot eldobjuk. Most, hogyha itt lenne egy tízes mellette, akkor semmi gond, még uralnánk a makkot, úgymond, bár ez így furcsán hangzik egy kicsit. Na de igen, viszont ebben a szituációban erről lemondunk, és ezt így nem javaslom. Hát bizonyos szituációkban akár jó lehet, de ez így kimondottan indokoltnak kell lennie gyakorlatilag. És hát ennek a részleteire is majd egy magasabb fokozaton visszatérünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok a középhaladó szint első részében. Mai videóban volt szó a lapok megjegyzéséről, az adókontrollról, és ezzel kapcsolatban tovább fejtegettük az aktív stratégia részleteit is. De ezzel még korán sem merítettük ki ennek a szintnek a tudásanyagát. Szóval további részek várhatóak, és ezután tudunk majd tovább lépni a haladó szintre is. Szóval, amennyiben tetszett a videóm, és értesülni szeretnél a folytatásról, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, sziasztok!